Kedves nézőink, sok szeretettel köszöntöm Önöket. Önök a Tapolcai Városi Televíziós Sportmagazinját látják. Tapolcán került megrendezésre a Fair Play Cup elnevezési középiskolás amatőr labdarúgó tornasorozat Tapolca Sümeg körzetének őszi fordulója. Remek hangulatban telt a délelőtt, a torna résztvevői a Sümegi Kisfaludi Gimnázium, a Tapolcai Batsányi Gimnázium és a Tapolcai Széchenyi Baptista Technikum lány és fiú csapatai voltak. A Fair Play Cupnak pontosan ez a lényege, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak is, akik még nincsenek bent az igazolt játékosok között. Bízunk benne, hogy páran megszeretik a focit, és továbbiakban akár itt Tapolcán, akár a környező településeken komolyabban is elkezdenek vele foglalkozni. A szabályok ugyanazok, mint a rendes igazolt játékosok által játszott játékban, vagy mások? Abszolút, tehát a kispálya szabályok szerint játszunk, ugye a Fair Play szellemében a becsúszás nem megengedett, de amúgy természetesen ugyanazok a szabályokkal, egyenlő feltételekkel játszanak. Tehát akkor lehet azt mondani, hogy ennek a lényege, amit említette is, hogy minél több ember toborozni be a hivatalos és a versenyszerű sportákba? Nem feltétlenül, tehát az MLS-nek ugye van egy profi státuszú versenyrendszere, és vannak az amatőr játékosok, az amatőr versenyrendszer. Lefele minél jobban szélesíteni akarjuk, illetve a grassroots életérzést szeretnénk el sajátítani iskolán belül, iskolán kívül, hogy minél többen sportoljanak, minél többen szeressék meg a labdarúgást, és hogyha nem is játékosként, de szurkolóként akár maradjanak a labdarúgás mellett. Ez most egy területi megmérettetés, mi innen a következő szint? Megyei döntőbe lehet bejutni innen, ugye Ajkán, Pápán, Tapolcán, Veszprémben mérettetik meg magukat, és utána lesz a megyei döntő, következő lépés a regionális döntő, és onnan lehet országos döntőre eljutni. Tavaly is két veszprémi csapat bejutott az országos döntőbe, úgyhogy bízunk benne, hogy idén is tudjuk képviselni itt a régiónkat. Miért éppen Tapolcára esett a választás? Nagyon jó a kapcsolat a testnevelő kollégákkal, ugye Sümeg és Tapolca korábbi években Ajkára járt át, nyilván igyekszünk ebbe is segíteni, hogy itt az utazási időt, illetve költséget csökkentjük, úgyhogy tényleg megbeszéltük, és nagyon jól működik, úgyhogy köszönöm szépen innen is a kollégáknak a segítségét. Tóth Zsombor, a tapolcai Muay Thai harcosa, Szilágyi Gym versenyzője a müncheni világbajnokságon az ISKA szervezet által rendezett sporteseményen világbajnoki címet szerzett. Sok szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban újra, és most már nem egy Európa bajnokot, hanem egy világbajnokot. Kérem szépen, léptünk egy szintet, nem is akármekkora szintet. Legutoljára februárban beszélgettünk, hogyha jól emlékszem, akkor egy ankarai versenyről tértél haza egy Európa bajnokságra, amit sikerült megnyerni. Azóta viszont eltett pár hónap, és most már világbajnoki címről beszélgetünk. Mi történt Ankorától? Kezdjük először onnan, jó? És akkor meséld el, kérlek, közben is voltak versenyek, volt győzelem, volt dicsőség, volt egy-két bicsaklás is, arra is kíváncsiak leszünk, hiszen hogy abból hogyan tudtál aztán felállni és világbajnoki címet nyerni. Kezdjük az elejétől. Tehát február, Ankara, utána Európa-bajnokság. Igen, ugye Ankarába sikerült Európa-bajnoki címet szereznem, amire még mindig nagyon büszke vagyok. Utána volt egy pápai megmérettetésem, az félprofi szabályrendszer, vagy Thai box szabályrendszerben volt, és félprofiba ment az egész bunyó, ami annyit akar, hogy lábvédő volt rajtunk és kesztyű, tehát lekerült a testvédő, a fejvédő, ez volt egy ilyen felvezetés, az utána lévő Super Fight Series profi gála, első profi meccsemre és gálámra, ott meg K1 szabályrendszerben mentem, de az már full profi volt, tehát csak kesztyű volt rajtunk. Ez is nagy élmény volt, élveztem a bunyót, jól ment igazából, és utána kezdődött a felkészülés nyáron az IFMA törökországi világbajnokságra. Ezen a versenyen hát nem úgy szerepeltem, ahogy én terveztem. Sajnos egy nagyon erős ellenfelet kikaptam a legelső mérkőzésemen, és hát talul maradtam, 2-1-re kikaptam tőle, egy orosz, hát utána meg is nyerte ez a srác az egész világbajnokságot, simán nagyon vert az egész mezőnyt, de azt beszéltük az Arnold, az edmesterrel, hogy valószínű úgy lett volna jobb, hogyha ezzel a sráccal a döntőbe találkozok, mert néztük a többi srácot a mezőnybe, azokat én is valószínű megvertem volna, tehát ez most egy elég szerencsétlen sorsolás sikerült, igen. És akkor most egy hete meg sikerült végre világbajnoki címet szereznem.
ez pedig az ISKA szabályrendszerben volt, vagy ISKA szervezetnél, bocsánat, és Thaibox szabályrendszerben. Hát nagyon örülök neki igazából, büszke vagyok rá. Ez is egy feltörekvő szervezet, sok jó harcos volt, sok országból jöttek, és hát nagyon nagy élmény volt számomra. Megszokhattuk azt, hogy a küzdősportokban különböző szervezetek vannak, és különböző szervezetek terveznek, vagy szerveznek világbajnokságot, Európa-bajnokságot és különböző bajnokságokat. Az ISKA, az mit jelent? Tehát, hogy kik azok, akik ebben a szervezetben versenyeznek, kik azok, akik ebben részt vesznek, hány ország vesz részt benne, mit kell róla tudni? Hát ez is egy világszervezet, tehát itt is rengeteg országból érkeztek. Én nem voltam kint a helyszínen, ugye itt készítettem fel a Zsombit, tehát ő volt kint a válogatott edző, vagy hát volt válogatott edzővel a Nagy Balázson, de nagyon sok országból indultak, tehát a Zsombor nem mondta el, de ugye úgy emlékszem, hogy ausztrál fiúval bunyozott, egy spanyollal, illetve egy norvéggal is bunyozott, rengeteg amerikai... Vagy német volt az utolsó. Német volt. És rengeteg amerikai versenyző is volt, de a világ minden tájáról megtalálhatók voltak. Tehát ez is egy nagyon 1500 induló volt, tudomásom szerint, tehát nagyon sűrű volt a mezőny, illetve a rengeteg fiatal versenyző indult. Úgyhogy méltán elismerik ezt a szervezetet is, és magasan rangsorolják pont ezért, mivel hogy nagyon nagy a versenyző létszám, illetve tényleg a világ minden részéről ideutaznak, és nagyszerű harcosok méretik össze az erőjüket. Ide nyilván nem mindenki mehet ki. Hogyan lehet kvalifikálni egy-egy ilyen versenyre? Tehát például egy ilyen világbajnokságon kik azok, akik részt vehetnek? Nyilván kell hozzá valami előélet, ami Zsombinál megvolt. Hát igazándiból ez úgy jött ez a felkérés, hogy hogy kint a pécsieknél felszabadult egy hely, a Pécsi Muay Thai Egyesületnél. A Mellis Andrásnak köszönhető ez a hely, mert az egyik bunyósa, ha jól tudom, megsérült, és így maradt egy hely, és az Andrásnak a fia, a válogatott beli csapattársa a Zsombinak, ők szóltak, hogy van-e kedve, vagy lenne kedve, és hát kaptunk az alkalmon. Ugye volt egy Törökország, ami nem úgy sikerült, és tulajdonképpen így jött ez a felkérés, hogy megszabadult egy hely, és így tudott a Zsombi menni annak a srácnak a helyén, hál' Istennek. Hát innentől kezdve aztán már még nagyobb kérdés, vagy tette az, amit végrehajtottál, hiszen tulajdonképpen egy csereként, most idézzük csereként, foci nyelven mondva, mentél oda, és bajnok lettél. Ráadásul előtte volt egy olyan verseny, ami nem úgy sikerült, ahogy te szeretted volna. Mennyire voltál csalódott akkor, amikor attól az orosztól kikapták, és utána aztán Európa-bajnok lett, illetve a világbajnok lett, bocsánat. De aztán most pedig beért a gyümölcs, és itt van a termése. Hát nagyon, igazából nagyon szomorú voltam, és ezért is örülök, hogy ide most ki tudtam jutni, mert itt be tudtam bizonyítani, hogy ilyen eredményt is haza tudok hozni akár. Igazából ennyi. Mi az, ami a fejedben van akkor, amikor belész a ringbe? Mert én azt hiszem, és körbenézek itt a kollégákon is, Ricsi, azt látom, hogyha be kellene menni a ringbe, akkor minket nagyon nehezen lehetne betolni. Tehát, hogy bármit is csináljunk, viszont te mindig elszántan mész be. Azt látjuk, hogy teljesen át vagy szellemülve. Tulajdonképpen minden ki van zárva a fejedből, ezt látjuk mi kívülről, és utána pedig egy olyan teljesítmény nyújtasz, ami mindenkinek becsületére váljon. Szóval, hogy mi van akkor a gondolataik között, mi az, ami motivál, mi az, ami visz előre? Igazából még én is szoktam nagyon izgulni egyébként, még ha nem is látszik rajtam, pedig már volt egy jó pár meccsem. Addig szoktam izgulni, amíg be nem érek a ringkötelek közé, onnantól, mintha így elvágtak volna mindent, és semmi, csak arra fókuszálok, hogy megverjem a velem szembálló ellenfelet. Most ezen a versenyen ugye nagyon nagy volt a bizonyítás vágyam, ezért egy kicsit nyögvenyelősebben indult, nem úgy kicsit jobban ráizgultam, mint szoktam. Pont ezért, mert előtte ugye kikaptam a IFMA világbajnokságom, de a végére már belejöttem ugyanúgy, jól kijöttek az ütések, rugások, és hát sikerült ugye megnyernem a versenyt. A fájdalomfaktor az mennyire játszik ilyenkor? A meccs közben egyáltalán nem.
inkább utána. Amikor kimegy az adrenalin belőlem, akkor néha fáj egy kicsit a combom, meg a sípcsontom, de egyébként hál' Isten, eddig még nem is volt olyan nagyobb sérülésem soha. Elkerült eddig, ez hál' Istennek. Nyilván egy-egy ilyen versenyre kijutni, ez nem csak nem elég ahhoz, hogy a sportoló maga, illetve a felkészítő edző oda tesz mindent, hanem ehhez kellenek szponzorok is, kellenek támogatók, hiszen egy-egy ilyen versenynek a megrendezésére és a kiutazására is nyilván pénz kell. Van-e segítség erre, van-e biztosítva az a háttér, ami hogy Zsombornak a előre menetele továbbra is ilyen fényes legyen? Igen, hála Isten van most már egyre több. Hála Isten, ami a legfontosabb, az a mesternek a tanítása az a legfontosabb, mert hogyha ő nem készítené föl úgy, ahogy felkészíti az elmúlt időszakban, akkor sanszunk se lenne arra, hogy kiusson a Zsombi. Ezzel hála is köszönet, és nem győzzük 100-szer, több milliószor elmondani a köszönömöt, de hát nyilván ez kevés, de attól függetlenül ezt mindig megtesszük. Viszont most már hála jó Istennek több olyan szponzor akad, aki elég nagy terheket vesz le a vállunkról. Az egyik az a Tapolca Város Önkormányzata, a polgármester úr megint beállt mögénk és segített. Annak érdekében, hogy ki tudjunk menni erre a világbajnokságra. Aztán az Ajka Város Önkormányzata is, illetve a Sportváros. Ő is segített a mester segítségével. A klubon keresztül, igen. Igen, meg a mesternek a személyes barátai, akik ott vannak a klubban és az Arni mögött, meg a klub mögött, akik egyébként edzenek is a mesterrel. Sportagok, így van, ez nagyon fontos. Sidó Krisztián mindenképp megemlíteném, mert a hétköznapjaink van, ott van, és tényleg akárhányszor elmegyünk versenyre, ő mindig segít egy-egy vacsorával, egy reggelivel, utazási költséggel, és a többi, és a többi. Van még egy szponzor, aki no-name szeretne maradni. Én nagyon szívesen mondanám, mert nagyon nagy terheket vesz le a vállunkról, de ő azt kérte, hogy nem, tehát ő marad a háttérben is segít. Nagyon nagy lelkű ember egyébként. És megemlíteném még a Mikola Andrást, aki a Zsombinak a felszerelésében segít. Boxkesztyüket ad neki, pólókat, bandást, nadrágot, lábszárvédőt. Ő is nagyon nagy terheket vesz le a vállunkról. Azt ígérte, az a megbeszélés, vagy az a szerződés, hogy egy éven keresztül segíti a Zsombit. És majd meglátjuk, hogy alakul a jövő, de egyelőre egy évre állt be mögénk és segít nekünk. Úgyhogy őnekik nagyon nagy köszönet, mert tényleg nagyon nagy terheket vesznek le a vállunkról, nélkülük nem nagyon tudnánk elmenni ide-oda-amoda. Úgyhogy hálás köszönet nekik, mert tényleg ott vannak a srácok mögött, és a mester mögött is. Megszokhattuk már Zsombitól azt, hogy akármelyik versenyen van, akkor a magyar zászló és a tapolcai zászló az fellendítésre kerül, és ott büszkén áll mögötte, mint egy szuperhős. És kérdezem, ez tényleg így van, hiszen minden szuperhősnek van egy jelképe. És neked ez szerintem most már beégeti az emberek, a tapolcai embereknek a szemében mindenféleképpen. Az edzőt kérdezem, hogy mi a Zsombinak a szuperereje? Mi az, amitől ő világbajnok lehet, vagy lett, és lesz majd még, reméljük, hogy sokszor. Tehát miben látod azt, ami ő a legjobb? És most ne árulja olyan titkot, amit az ellenfelek majd aztán. Hát nagyon fontos az, hogy mindenkiből nem lehet versenyző. Ugye most a klub is egy szép létszámmal működik, de abban körülbelül csak a 10% a versenyző, főleg ilyen szintű, illetve azon felül még az, hogy valaki válogatott versenyző legyen, ugye azért rengeteg lemondással is jár munkával. Fontos nyilván, hogy tehetséges legyen a fiatalember. Zsombinak, ami kiemelkedő, az az, hogy ő nagyon jól terhelhető, illetve jó testfelépítésű, és van nagyon jó az izomzata. Jó ereje van ez a sporthoz, jó nyers ereje, tehát jól terhelhető, jól bírja az ütéseket, rugásokat, illetve adni is nagyon jól tudja. Ami nagyon fontos, hogy gyorsan tanul, tehát nagyon gyorsan tanulta a technikákat. A terhelhetőség nem csak az edzést értem, hogy az edzésen terhelhető, tehát hogy nagy mennyiségű munka végezhető el vele, hanem jól versenyeztethető, tehát akár majdnem, hogy hétről hétre be lehet dobni egy mérkőzés. Ez nagyon fontos, mert nagyon sok olyan versenyző van a jó versenyzők között is, akik maximum havonta, két havonta, egy évben akár három vagy négy mérkőzést, vagy akár ötöt tudnak csak elvállalni, míg a Zsombi gyakorlatilag szinte havonta biztos, hogy tudnánk versenyeztetni, hogyha lenne annyi lehetőségünk, vagy lesz annyi lehetőségünk.
az muszáj, hogy a külföldre is rengeteget menünk, országon belül nincs ekkora lehetőség, hogy havi szinten, de azt gondolom, hogy 10-15 meccsre is be lehet nyomni egy évbe akár, vagy még talán magasabbra is. Az országban egy pár olyan versenyző van, aki az utánpótlásban erre képes, és ez nagyon fontos, mert itt mentálisan is nagyon-nagyon erősnek kell ehhez lenni. Nem csak az, hogyha valaki esetleg véletlen egy versenyen alul marad, mondjuk ugye a Zsombinál ezt mondhatjuk talán büszkén, meg egy kicsit nagyképűen is, hogy az országban ezen már nem nagyon fordul elő az adott csúcsoportokban, azért őt már nem verik, mert nem tudják megverni. Éppen ezért viszont nyitnunk kell külföldre, egyre több versenyre kell mennünk, hogy azért meg legyen szorongatva, nehéz feladata legyenek, hogy később ezeken a világversenyeken, nemzetközi versenyeken oda tudjunk érni, és a legveszélyesebb ellenfelek ellen is, a legerősebb ellenfelek ellen is, akik például képesek a sportot, akár a tájok, ugye a tájföldiek, illetve ezek az orosz sportolók, ukránok, akik nagyon magas szinten művelik ezt. Úgyhogy ezt emelném ki igazából, hogy nagyon jól terhelhető, jó esze van hozzá, jó reflexei vannak hozzá, de kimondottan nagyon erős a súlycsoportjába, és illetve épp ezért sokszor egy-egy súlycsoporttal is feljebb léptetjük. Ami most nem hangzott el, ugye az IFMAN világbajnokságon 67 kg-ban versenyt a Zsombor, most olyan 73 kg, tehát ott elég sokat kell fogyasztani, ami azért ő egy elég szikárizmus fiú, tehát az erő nagy teherrel jár. És most ezen a versenyen, ezen az ESK iska versenyen, világbajnokságon 70 kilóba indult, tehát egy jó súlycsoporttal följebb, ami neki azért könnyebb volt olyan szempontból. Az ellenfelek nehezebbek voltak, illetve nagyobb volt a feladat, viszont a fogyás szempontjából. Tehát az első harcot könnyebben tudta legyőzni azt, hogy beállítani azt a súlyt. Illetve ezen a versenyen csak első nap kellett a súlyt bemérni, ami még talán egy pici segítség volt, nem csak neki, nyilván az ellenfeleknek is. Bár ennek a veszélye ugye azért az megvan, ha feljebb rakjuk egy súlycsoporttal, hogy még feljebbről érkeznek a fiatalok, akik ugyanúgy, hogy 67-ben fogyaszt 5-6 kilót, azok akár 75-77 kilóból is jöhetnek lefele. Zsombi, megérkeztél Tapolcára, bementél a gimnáziumba, fogadtak a társak, láttunk előre TikTok videót, illetve egy Facebook sztorit. És hamarosan érettségi következik, tehát hogy azért azt nem lehet elfelejteni, mellette a sport nyilván ott lesz az életedben. Hogyan tervezed? Megfog a kettő egymás mellett maradni, vagy valamelyik esetleg, hogyan mondjam, tehát lesz-e egyiknek a kárára? Annak idején azt mondták, hogy amikor a sportolhatsz, addig, ameddig a tanulás kárhat nem megy. Nem megy. Mondtad te ezt, Béla Zsombinak? Nyilván kell, hogy menjen a kettő együtt, muszáj, mert muszáj. Tehát, hogy ezt vállaltuk, de a tanulás az kötelező. Úgyhogy, hát rajta múlik. Igen, mert... akkor a kérdés visszadobom, hogy hogyan készülsz, mi a terv? Hát egyébként szerintem az érettségétől jobban izgulok, mint a világversenytől. Hát próbálok minél többet tanulni, meg hogyha elmegyek egy ilyen versenyre, akkor utána igyekszem pótolni azt az anyagot, amit kihagytam. Egyébként az meg, hogy megtapsoltak az osztálytársaim, ez nagyon jól esett. Ilyenre még nem volt példa, eddig nagyon meglepődtem. És hát ez egy szép gesztus volt tőlük szerintem. Én azt gondolom, hogy mindenki büszke rád, Tapolcán mindenféleképpen, a gimnáziumban meg aztán főleg. Ma a sportkvízben kérdés volt a Zsombinak. Azt nem is sem meséltem. Még nem meséltem, pár lehet. De közben tudom, még a hideg is kiráz. Ennél nagyobb bajunk ne legyen. Nyilván szülőként ezt megélni, egyrészt, hogy hazajön egy VB címmel, másrészt, hogy kvízbe teszik a nevét, hát nem kell ennél több. Egy fontos dolgot elmondanék, amit nem említettem az előbb, az a szeretett áradat, amit kapunk a Facebookon, az Instagramon keresztül, hát egyszerűen nem jutunk szóhoz. Zsombi... És nagyon sokat dob a teljesítményemen egyébként, az is... Számít? Számít, nagyon sokat támogatnak, meg látják, elismerik, hogy tényleg jó vagyok, meg hogy nem véletlenül vagyok kint egy ilyen versenyen, és tényleg nagyon jól esik. Iszonyatos. Tehát, hogy nekünk szülőknek persze dagad a mellünk, ez teljesen egyértelmű. Amikor megnyerte, utána két napon keresztül botlógtam a telefonon, mert mindenki hívott, természetesen az első hívás a mester, megköszöntük neki, már sokat szor, már ezredszer, már szerintem múlja, meg tudja, hogy miért hívom, de hát ez a normális dolog, a tisztelet, ez nagyon fontos, ami nagyon fontos ebben a sportágban. Úgyhogy tényleg mindenkinek köszönjük, még ha csak egy szívecskét dobott, vagy csak egy lájkot, de rengeteg volt, nagyon-nagyon sok volt, köszönjük szépen, és megyünk az úton tovább. Nagyon szépen köszönjük mi is az eredményt, köszönjük Tapolca nevében, a város nevében, illetve azt mondhatom a média nézőinek a nevében is, hogy
hogy ilyen dicsőséges eredményt értél el. Csak így tovább, az edzőnek további sok sikert és jó tanítványokat kívánok, hiszen nem a Zsombi az egyetlen, de ő a legfényesebb csillag, nekünk a legfényesebben csillogó csillag, úgyhogy köszönjük szépen, és hát akkor várunk titeket vissza legközelebbi verseny után, amikor ugyancsak arról beszélgetünk majd, hogy egy aranyérem került a nyakba. Köszönjük szépen. Stúdiónk vendége volt a Jánosi család, akik egy különleges sportot űznek, mindannyian a ralliautóba ülnek és versenyeznek egymás ellen is, akár vagy az idő ellen. Sok szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban. Hát megmondom őszintén, ilyenre még nem volt alkalom, hogy egy családot fogadunk itt egy stúdióban, és azért, mert hát egy sportot űztök. Nem fogok nagy titkot elárulni, hogy van kötődés, családi kötődés, nem is kevés. Szeretném azt kideríteni, hogy hol vagytok akkor, amikor mi a vasárnapi ebédet fogyasztjuk, hogy akkor ti mit csináltok, merre mentek. Autóversenyeztek, ezt tudjuk. Kérlek, hogy meséljetek róla, honnan indult ez a szenvedély, egyáltalán honnan indult az egész autóversenyzés iránti vonzalom. Hát ez jó, régre nyúlik vissza, tehát én már 14 éves koromban kaptam meg az első autót Bérmakeresztapántól, mivel hát egy röpke 11 évet sikerült leversenyezni, akkor volt egy kis szünet, és akkor most az Adri által megfűzött, és így 14 év után újraépítettünk egyet, hogy az jó lesz nekem, közben megtetszett neki is tavaly, úgyhogy így én fogtam és meglepetésből beneveztem egy női kategóriába, hogy akkor próbálja ki, ahol nagyon szép eredményeket ért el, és utána pedig jött az a dolog, hogy az Alánt is érdekli, és indítottak neki olyan kategóriát, amiben a 8 éves kortól ki lehet próbálni ezt a sportot, aki szeretné. Akkor, amikor az ember, a férfi ember elmegy otthonról, és a hobbiát űzi, akkor általában szokott lenni, a nők azt mondják, hogy jó, menjél, de aztán minél előbb gyere haza. Ehhez képest meg ti mentek vele, illetve a család is megy a férfi emberrel, és sőt, hát akkor ezek szerint újra, az újrakezdésnél te mérvadó voltál, és te voltál az, aki biztattad a lackót. Miért volt ez az indítatás benned? Hogyan? Hát én ugye ő általa ismertem meg annak idején ezt a sportot. Hallottam már róla, de személyes tapasztalat csak akkor volt, amikor mi összejöttünk, ezelőtt 16 évvel. Akkor egy mini rally kapcsán lehetőségem volt kipróbálni mellettem, mint navigátor. Hát mondanom se kell, nagyon nagy izgalom volt, de hatalmas élmény. Aztán ugye jött a családalapítás, lakásvásárlás, nyilván ez hitellel együtt jár, így ez nem fér bele a költségvetésünkbe, és hát egy időre parkolópályára tettük ezt a dolgot, de úgy voltunk vele, legalábbis Lackó azt mondta, amikor elvitték az autót, az akkori autót, egy kis önöltöst, hogy fog ő még autót építeni. És akkor hát mondtam, hogy persze, természetesen mindenképpen, hát 2 évvel ezelőtt végül is szóba került a téma, és hát 2 kikötésem volt igazából nekem ezzel kapcsolatosan. Az egyik, hogy mindenképpen olyan autó legyen, ami biztonságos, tehát ez a legeslegelső. A másik meg, hogy ha megy és építi az autót, akkor azért nagy részt, ha lehet, az Alán is legyen ott vele, hogy azért a szakmát is tanulja belőle. Úgyhogy nekem ez a 2 feltételem volt, hát ezek hál' Istennek megvalósíthatóak. Úgyhogy azóta meg igazából ez tényleg egy családi hobbiként nőtte ki magát. Élvezzük, szeretjük, úgyhogy visszatérve a kérdésre, hogy amikor a vasárnapi program apuka elmegy, hát nincs olyan verzió, hogy mi nem megyünk vele. És Zalán pedig tartotta a szavát, és ott volt akkor, amikor építették az autót, igaz Zalán? Igen. Hiszen ott voltam én is akkor egyszer-kétszer, amikor éppen oda keveredtem, és láttam azt, hogy te is segítesz apának. Milyen volt maga a munkafolyamat, amikor láttad azt, hogy apa építi azt az autót, amit egyébként én megmondom őszintén laikusként, először azt mondtam, hogy ez nem is tud már menni, tehát hogy nincsen az az Isten, aki ebbe életet lehel. Lackó, apa az lehelt bele életet, és elindult az autó. Milyen élmény volt az építés, és milyen élmény a versenyzés? Nagyon jó mindkettő, és szeretjük csinálni. Szeretitek csinálni, és úgy tudom, hogy most már, hogy apa is mondta, hogy miattatok indult egy korcsoport ebbe a bajnokságba? Vagy... Így van, idén megalapult a Zsigmond Racing Sport Egyesület és a Speed Car AMS-e. Jó voltából a DTS kupa sorozat, ez a Dunántúli Technikai Sportok. Az a szlogenje is, hogy a jövő bajnokai köztünk élnek, és ez lehetővé teszi, hogy 8 éves sporton, ha valaki szeretné, ki is próbálja. Adódik rá bérautó is, amit ki lehet próbálni, és igazából, hogy
elkezdje az ember, hogy tetszik, nem muszáj egyből azt, hogy most több millió forintért vásároljon valaki egy autót, hanem van egy bérautójuk nekik, kipróbálhatja, versenyezhet is vele. Ez helyileg hol? Sümegen. Sümegen. Uh-huh. Tehát eddig ugye Nyírád volt úgymond ennek a körzetnek a központja. Így van. Most ez a kupasorozat, ez most már idén három helyszínen zajlott. Kettő versenye volt Sümegen. Sümegen nyílt egy nagyon klassz kis pálya. Jövő Nyíránon volt kettő is, kettő darab a régi Ádándi rallycross pályán volt. Siófok mellett, ezáltal egy hatfordulós futamsorozat lett, amiben szép eredményeket értünk el. És végén már annyira belejöttünk, hogy én két kategóriába is indultam. Az igen, akkor... Hogy minél több versenykilométert szeretném. Hogy meglegyen. És akkor, hogyha már az eredményeknél tartunk, akkor itt nagyon szép kupák vannak. Ezek csak a töredéke annak, amit eddig nyertetek. Mik azok, amikre a legbüszkébbek vagytok? Most még futamversenyekről beszélünk, ugye? Hogyha jól értem. Így van, a bajnokság lezajlott. Én azt mondom, hogy minden egyes eredményre, tehát az ötödik helyre is ugyanolyan büszke az ember, meg az első helyre is. Nyilván, ha valaki elindul egy ilyen versenyen, akkor, vagy bármilyen versenyen mindenki első szeretne lenni, de én azt mondom, aki célba ér és amit megvalósít, az egy nagy. Tehát 8 évesen beleülni egy autóba, és azzal mondjuk 50-60-100 km/h elkanyarodni, féktávokat venni. Tehát ez olyan dolog, hogy ezt kívülről mindenki azt mondja, jó, ez nem nagy dolog. Tehát be kell ülni, és ki kell próbálni, vagy van arra is lehetőség. Tehát vittem már születésnaposokat, ünnepelteket, vagy csak valakit úgy, hogy hadd üljön be, tehát akkor mondta, hogy hú, ez tényleg azért más belülről, tehát kívülről azt mondja, hogy jó, elkocsikázunk, belülről azért ez rengeteg nagy munka, főleg azt mondom egy gyermeknek. Igen, amit te is mondasz, az, hogy tényleg amellett, hogy versenyeztek, még arra is időtök van, hogy jótékony célok ...nak is eleget tegyetek, és elmentek óvodákba, iskolákba, és ott bemutatjátok az autókat. Viszont az megütötte a fülemet, hogy 8 évesen, hogy valaki bele az autóba, és kívülről azt látja, hogy 60-70-100 kilométerre megy, és azt mondja, hogy na jó van. Hát nem, én azt gondolom, hogy egy anyának, egy féltő apának, és nyilván nem olyannak, aki benne van a versenyzésben, ez egy óriási dolog. Zalán, te hogyan készülsz egy ilyen versenyre? Tehát, hogy mert nyilván nem lehet minden nap ott a versenypályán. Mi az, amivel tudsz erre gyakorolni? Hát otthon egy ilyen PSM-hez van egy ilyen kis szimulátor szerint. Azon szoktam néha gyakorolni. És az visszaadja nagyjából azt, amit ott a pályán kell csinálni? Nagyjából, igen. Nagyjából. És amikor először beültél az autóba, nem volt benned semmi félelem? Tehát, hogy neki menni a végtelennek, és akkor... tovább, ahogy a közmondás is tartja? Hát egy kicsi azért volt. Volt. Mi az, amire eddig a legbüszkébb vagy? Mi volt az, esetleg van olyan drift, vagy faralás, vagy fordulás, vagy eredmény, ami eddig a legjobban beleégett a memóriádba, mire a legjobban emlékszel? Sümegen az első kanyar. Igen, az kemény? Az ott egy ilyen visszafordító, az egyenes végén, igaz? Arra gondolsz? Nem, ahogy jövünk lentről föl, és akkor ott a rajtnál egyből a balos. Ja, értem. Az ott egy elég kemény, és az jól sikerül általában? Ott már lehet csúsztatni, nem? Igen. És azt tetszik. Oké. Családanyaként, akkor van két versenyző fiú, meg van egy lány, aki ugyancsak sportol, de most kint a kamerákon túl figyel minket, úgy volt, őről is szó volt, hogy beül ide, és ő is, de aztán mégse. Szóval, hogy hogyan lehet ezt az egészet menedzselni? Tehát, hogy itt arra gondolok, hogy nyilván ez egy pénzigényes, időigényes és minden igényes sportág. Ezt hogyan tudja egy anya, egy családvezető, mert most legyünk így 4 szem közt, 6 szem közt, 8 szem közt, hogy azért mindig a nőknél van a kassza kulcsa, jobb esetben, vagy rosszabb esetben. Szóval, hogy ezt hogyan lehet menedzselni? Hú, hát nyilván ugye, vannak lemondások is, meg hogyne, így van, igen. Nálunk ugye nagyon mérvadó nyilván az, hogy a Lackó, ő ugye szakmabeli, tehát anélkül szerintem labdába se tudnánk rúgni, hogyha ő ezt nem tudnám maga megcsinálni. Sajnos én nekem legnagyobb szívfájdalmam az, hogy én műszakilag, szakmailag nem tudok neki benne segíteni, de bármi olyanban, hogy tedd ide, fogd meg, hozd ide, abban jó vagyok. Engem nem érdekel, ha több kilót kell tartani, órák hosszat, én rám számíthat bármikor, bármiben. Azt se érdekel, ha nyakig olaj leszek, tehát én mindenben ilyenkor partner vagyok, meg úgy gondolom, hogy így tényleg ez annyira összekovácsolja, összefogja a mi családunkat. És, tehát ez egy szerelem,
És tényleg, ahogy mondtad te is, hogy lemondásokkal jár. Nagyon meg lehet vele fertőződni, úgyhogy jó értelemben. És hát a másik része, amire én még szeretnék kitérni, ugye, mint családanya, hogy hát ez azért nem egy veszélytelen sportág. Az is nagy izgalom, amikor a lackó megy a pályán, amikor én mindegyes rajthoz úgy állok, hogy ahogy nyugi, úgy kell menned, hogy neked két gyereked van, föl kell őket nevelni nyilván, de hát amikor az alán van a pályán, hát akkor meg teljes gyomorideg. Tehát akkor, úgyhogy ez egy részben nyilván kikapcsolódás, de amúgy egy óriási stressz és adrenalin, de én úgy gondolom, hogy tehát az embert sajnos kilép az utcára, és bármilyen baleset érheti, elütheti autó, biciklivel is eshet akkor át, hogy sajnos abból nagyobb probléma legyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nekünk feladatunk az volt, meg az, hogy az alent megtanítsuk arra, hogy tisztelje a pályát, tisztelje az autót, tehát nem vakmerő módjára belemenni a kanyarokba, és úgy közlekedni. Ezért is volt, hogy az első fél évben csak úgy mehetett, hogy valamelyikünk ott ült mellette, és mondtuk az instrukciókat, és mondtuk neki, hogy ha egyetlen egyszer legyen olyan, hogy nem úgy csinálja, hogy kérjük, akkor befejeztük. Uh-huh. De hál' Istennek ilyenre nincs például, tehát neki is volt már azért kisebb koccanásai, akkor azért megérzi azt, hogy milyen az, amikor megfogja az öv. Talán volt egy kis ijegység is nála is, nálunk is, de viszont tényleg cél, tehát hogy szerintem maga biztosan megy, de óvatos azért. Vannak ilyenek, hogy az ember betart minden szabályt, és akkor is benne van a hibázás, benne van az, hogy a külső körülmények úgy alakulnak, hogy hoccan, neki megy a falnak, esetleg a másik autónak. Ezeket hogyan tudjátok kezelni? Mi az első reakció, hogy úte jó ég, most akkor oké, többet nem ülök be az autóba, vagy újra be. Ugye azt szokták mondani, hogy leesel a lóról, akkor újra vissza kell ülni. Neked mi volt az ilyenkor a reakció? Volt már ilyen, ugye? Úgy tudom. Akkor mi volt az, amit kellett biztatni, hogy gyerünk, azért menjél csak, vagy kellett biztatni? Ijesztő volt, vagy mi volt az a... Nem, csak ilyen hirtelen volt. És nem számítottál rá arra, hogy a... Amikor az... azért leblokkol az ember egy pillanatra. Igen. Ez belülről érzed meg, tehát amikor neki mész egy falnak, vagy neked jönnek, vagy bármi, ugye ez egy nem várt következmény, amit hogy mi történt, tehát ez mind a sok versenykilométer, a tapasztalattól az ember másképp kezeli. Ugye a gyerekek ők még csak egyedül mennek, tehát csak az idő ellen harcolnak. Mi már felnőttek, meg a nagyobb kategóriákban 5-6-an indulunk sokszor egyszerre, 6 egyforma autó, ami azért azt mondom, egy 100 fölötti tempóról mindenki elsőnek akar elfordulni. Tehát ott nincs az, hogy elengedem, megáll, nem áll meg, összeütközik, két kerék összeér, tehát azért... És nálad is volt már olyan, hogy első pozícióból? Így van. Tehát, van ilyen, igen, hogy elsőből lesz az utolsó, vagy az utolsóból az első. Egy-egy ilyen. De ez mind az élmény. Tehát tényleg azt mondom, hogy ez csak azt tudja, aki már beleül és kipróbálja. Tehát már maga az is szerintem egy hatalmas nagy élmény, hogyha valaki beülhet mondjuk egy jobb egyesülésbe, és viszik Parkert a pályán. Sok olyan, hogyan mondjam, vendégünk volt, akit vittünk, és azt mondta, hogy ő ezt nem is gondolta volna. Tehát már maga az ugye, hogy most be vagy kötve, bukós isak a fejeden, tehát azért minden olyan technikai védőfelszerelés megvan, hogy ne lehessen bajod. Az autóban bukócső van mindegyikben, tehát hogyha felborulsz is, azért általában az ember 99%-ban nevet vesz el ki belőle. Hát igen, de adódhatnak olyan dolgok, amikor azért meglepetés éri az embert. Reméljük, hogy ezek a meglepetések elkerülnek titeket. De mi a köve? Tessék? Ettől szép az egész. Így van, ez adja a savaborsát az egésznek. Mi a következő lépés, mi az, ami a következő terv, mifelé mentek? A kupa az folytatódik, ugye most szünet lesz. Most a 23-as évnek vége van, annak hamarosan lesz az éves díjkiosztó gálája, és akkor jövő év. Hát télen valószínűleg lesznek még ilyen edzésnapok, ahol egész nap lehet menni. Verseny most egyelőre nincsen terve, az autók azért kicsit leamortizálódtak az év alatt, most azokat is elő kell venni, aztán kicsit helyre pofozni, azt meglátjuk. Most minden versenyszorozat igazából a végéhez ér ilyen ősztájékán, és akkor március, április,
környékén kezdődik újra. Bár ugye a nézők látták itt közben a beszélgetés közben a videókat, és látták azt, hogy milyen autókkal versenyeztek, szó még nem esett róla. Kérlek, mondd el, hogy milyen versenyautókkal mentek. Amivel mi megyünk az Adrival, az egy Peugeot 206-os, ez egy 2000-es benzines autó. Ez körülbelül 150 lóerő környékén van, két kerékhajtás. Viszont az Alani az kívülről mindenki azt mondja, hogy csak egy Suzuki. Igazából itt annyi különbség van, hogy ők csak ezres motorral mennek, tehát az a három hengeres ezres motor, amit senki nem hisz el, hogy így mennek vele. rengeteg változtatás van mindegyiken idézőjelben, tehát mindegyikben van bukócső, ennek van egy szabványa, hogy kell lenni, ebben van egy kagylóülésnek nevezés, sportülés, amiben van mindegyikben egy 6 pontos biztonsági, ami nem olyan szinte megfogja az embert, hogy csak a kezét meg a lábát tudja mozgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, illetve azt, hogy elmondtátok, hogy akkor miért hiányoztok a családi vacsorákról és ebédekről. Sok sikert kívánok a továbbiakban, és hát Zalán, akkor ezek szerint az a félelem, hogy az a meglepettség, ami egy-egy ilyen ütközésnél keletkezett, az elmúlt, és akkor innentől kezdve csak föl és egyenesen. Hajrá! Sok sikert! Köszönjük szépen! Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Friss Sport magazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!